Tiszta napot kívánok! Alvilági Alíz vagyok, spiritista, médium és okleveles látó. Rengeteg betegem volt már, akik csalódtak az orvostudománynak csúfolt világméretű átverésben. Egy sí balesetem következtében látom az emberek aurájának színét és energiasávjainak mozgását. A mai napon a kiválasztottak azok, kiknek diákigazolvány száma 7-es számmal kezdődik. Ők azonnal hívjanak, hiszen ez ma az ő napuk. Ez az ő napuk, hívjanak. Várom a telefonát. Itt is van az első telefonálunk. Halló? Halló, Lami Krisztofer vagyok. Rákosszent Mihályról telefonálok, ahol egyébként van egy kilátó és... Mit tehet ma önért a természet, uram? Érzem, hogy egyre jobban napról napra balra ferdül a gerincem. Igen, Krisztofer. Már ahogy hívott, éreztem, hogy ezzel küzd. Nyilván egy hiperbólikus, transzcendens gerincferdülése van, amit azonnal helyre kell raknom a televízió képernyőjén keresztül, mert én erre képes vagyok. Kérem, helyezze magát viszintesbe. És most ezzel a tibeti lámafan szőrzettel fogom önt helyrehozni. Nézze. Balra ferdült a gerince, azt mondta, igen. Érzem a problémát, érzem. Érzi, Krisztofer, ugye, hogy érzi, igen. És rendben van, Krisztofer, rendben van a gerince. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, és jobbulást kívánok önnek. Várom a további kiválasztottakat, a kiválasztott rend tagjait. Halló? Jó napot, Szavóni Aranka vagyok, 73 éves mezőkasszonyból. Mit tehetek önért, Aranka? Akkor most benne lehet lenni a műsorban? Természetesen, Aranka, hallgatom. Jaj, tudja, nekem van egy nagy kedvencem, amit szeretnék kérni, az a zene, a Neoton familiának az a zenéje, tudja, mint mindenki, hogy nagyon az nagyon jó, az unokám is nagyon hallgatja. Aranka, én azt érzem, hogy ön mást akart felhívni. Hogy érzi magát? Várjunk! Érzek valamit! A gyökércsakra üzent nekem. Önnek fáj a lába, igaz? Önnek fáj a lába? Ja, igen, nagyon fáj a lábam. Voltam az orvosnál, meg azt mondta, hogy vegyem be ezt a receptet, de az se sikerült, és nem ment is. Én azt érzem, hogy tudnék önnek segíteni. Jaj, ez nagyon jó lenne, csak tudja, múltkor is az történt, hogy amikor elmentem a piacra... Rendben, tessék odahúzni a tévéhez a széket, és a televízióra helyezni a bal kezét. Itt vagyok a készüléknél. Rendben, most álljon így 20 percig, és garantálom, hogy minden rendben lesz. Minden helyre jön. Aranka, biztos vagyok benne, hogy a 20 perc elteltével 10 évvel fiatalabbnak fogja magát érezni. De hát akkor újra 63 éves leszek, akkor meg nem fog járni nekem a nyugdíj. Legyen pozitív, Aranka. Viszontlátásra. A föld magja ennyi erőt árasztott nekem mára. Köszönöm, hogy velem tartottak. Holnap új mágiákkal érkezek önök közé. Ne feledjék, mindig találják meg a harmóniát és a szeretetet az életükben.